A Magyar Nemzeti Hadsereg létrejöttéről, a Királyi Honvédség hegyi csapatairól és a nyíregyházi laktanyákról is hallhatnak azok, akik ellátogatnak a héten a Nyíregyházi Egyetemre. Hogy még miről lesz szó a katonai témákkal foglalkozó konferencián, arra is fény derül hamarosan. Önök a 35 percet látják. Szép estét kívánok! Mérnökképzés már 60 éve Nyíregyházán. Lesz elég hazai hal, nem fog hiányozni az ünnepi asztalról. A Honvédség múltja és jelene kétnapos konferenciát rendeznek Nyíregyházán. Jubilál a mérnökképzés a Nyíregyházi Egyetemen. Noha több mint 70 éves hagyománya van a városban a mezőgazdasági szakemberek képzésének, 60 éve indult el az első ilyen szak, a gyümölcs és szőlőtermesztés az akkori felsőfokú mezőgazdasági technikumban. A kínálat azóta jelentősen bővült, a legnépszerűbb pedig közülük jelenleg a repülőmérnöki alapszak. A gyakorlatorientált képzések fontos szerepet töltenek be a térség gazdasági életében. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért fontos, hogy ilyenkor visszatekintsünk a múltra, és nyilván meg is tesszük, hogy nagyjából milyen fontosabb állomásokon, lépcsőkön jutott el a jelenlegi állapotáig a mérnökképzés Nyíregyházán? Azt gondolom, hogy egy jubileum az mindig okot szolgáltat arra, hogy visszatekintsünk, és megnézzük azt, hogy honnan indultunk, milyen lépéseket tettünk meg ahhoz, hogy eljuthassunk egy bizonyos szintre, akár a jelenlegire. És ez a 60 év, ez valóban már elég nagy időtáv ahhoz, hogy megvonjunk különböző mérlegeket. Ahogy ön is említette, valóban már a gyökerek 39-es évig vezetnek vissza, de amikor felsőfokú képzésről beszélhetünk, az 1961-ben indulhatott el és történhetett meg, de magát a főiskolai rangot és státuszt azt viszont csak 1970-ben kapta meg az intézmény, ami nyilvánvalóan az akkori kor szellemének megfelelően nagyon magas rangot jelentett már, hiszen egy felsőfokú oktatási intézményként funkcionálhatott, bár előzőleg is a felsőfokú technikum is ennek minősül, de mégis egy főiskolai jelző, az egy vidéki városban azt gondolom, hogy egy fontos mérföldkő volt. És valóban a kezdetek azok inkább az agrár szakképzésre vonatkoztak, de hiszen egy agrár megyéről beszélünk, így van, de azért ne felejtsük el, hogy ezekben az évtizedekben nagyon fontos feladat volt a mezőgazdaságnak a gépesítése. A mezőgazdasági gépek egyre másra jelentek meg az üzemekben, ugye egy üzemek végezték akkor a mezőgazdasági termelést, és itt a gépesítés és a gépeknek az üzemeltetése, karbantartása az egy fontos feladat volt. Így megjelent a képzésben a mezőgazdasági gépészmérnöki képzésünk is, és hát tulajdonképpen ez volt a két alapja a mérnökképzésnek, és ezzel párhuzamosan jelent meg a ma úgy mondjuk repülőmérnök képzés, de hát valójában a kezdetek kezdetén ez is egy mezőgazdasági gépészmérnöki képzés volt, egy ilyen repülős szakirányjal, egy növényvédő repülő szakirányjal, és hát ugye erről is nemrég beszélgettünk talán ebben a stúdióban is, hogy ennek is már nagyon sok ideje, hiszen több mint 50 éve, 1968-ban indult el ez a képzésünk is. Tehát úgy gondolom, hogy kielégítettük az akkori igényeket. Milyen szerepet töltött be ez a képzés Nyíregyházán, régiós szinten, vagy akár országosan? Alapvetően azt kell mondjam, hogy az agrár és a mezőgazdasági gépész képzésünk az elsősorban inkább a helyi, a térségi, picit a tágabb régiós igényeket elégítette ki, bár azért jellemző volt, hogy az ország más tájáról is érkeztek ide a hallgatók. Ezzel szemben a pilóta képzés, a repülős képzés az viszont ilyen szempontból, ahogy akkor és most is, elég egyedülállónak számított, tehát annak a beiskolázási körzete az valójában országos lefedettséget jelentett. Milyen segítséget kaptak annak idején az elődök? Amennyire én tudom, voltak társintézmények, akik oktatókat, tehát ilyenfajta segítséget juttattak ide a nyíregyházi Így igaz. Ugye ez egy, mondhatjuk azt, hogy felülről vezérelt fejlesztés volt, aminek nyilván megvoltak a maga előnyei is ebben a tekintetben. És valóban, akár említhetném a mezőtúri intézetet például, akik hasonló profillal indultak el, és tulajdonképpen még a fejlődésük is hasonló volt, mint a mi, csak a történelem egy picit őket más felé sodorta. De valóban ezek az intézmények,
akkoriban, mivel egy fenntartó alá tartoztak, így segítették egymást, akár abban, hogy oktatókat küldtek egymáshoz, ha valahol valamiből hiány volt, akár más szakmai tanácsokkal és segítséggel is ellátták egymást. És ilyen formán azért itt vannak olyan nevek, akik máshonnan érkeztek, és jelentős dolgokat tettek itt le. Nyíregyházán. Abszolút, én azt gondolom, hogy az elődökre büszkének kell lennünk, hiszen ők építették föl ezt a képzőhelyet, ők tették naggyá, és azért azt se felejtsük el, hogy igazán nagy létszámok is abban az értelemben, ahol, amikor ezt az időt nézzük, nagy létszámok voltak a képzésben. Tehát egy-egy szakon 100 fölötti hallgatói létszámmal mentek a képzések. Ma ugye ez már egy kicsit átalakult, hiszen a palettánkon megjelent sok új szak, és e tekintetben egy-egy évfolyam jellemzően ma már azért jóval kisebb létszámmal fut párhuzamosan egymás mellett. A rendszerváltás után azért jelentősen megváltozott nem is csak az oktatás, hanem az ehhez való viszonyulás, illetve az események is egy kicsit felgyorsultak. Abszolút így igaz. Ugye ez a 60 év, amit most áttekintünk, ez valóban sok mindent tartalmazott, és valóban a rendszerváltás hajnalán, 1990-ben maga a státusza is megváltozott az intézménynek. Ugye az önálló főiskola ebben az értelemben megszűnt, és betagozódott az akkori Gödöllő Agrártudományi Egyetembe. Ami egyébként egy szép korszak volt, én magam is akkor voltam hallgató ebben az intézményben, így személyesen is átélhettem. Nagyon magas szakmai színvonalon ment a képzés, hiszen egyetem ehhez tartozó főiskolaként működtünk már, és ez tartott egészen 1990-től 2000-ig, tehát 10 éven át egyfajta ilyen főiskolai karként, egy nagy egyetemnek a vidéki főiskolai karaként működtünk. És akkor a mérnökképzés mellett egyébként elindítottuk a közgazdászképzést is, ami mai napig is azt gondolom, hogy nagyon fontos szelete a Nyíregyházi Egyetem képzéseinek. Aztán egy újabb állomás, amikor a Nyíregyházi Főiskola integrálódásával. Abszolút így van. Került. Ugye már benne volt a levegőben, és volt egy ilyen kezdeményezés, egy ilyen elvárás, hogy egy város, egy kampusz elv. Így 1997-től meg is indultak azok a egyeztető tárgyalások, amelyek arra vonatkoztak, hogy az akkori Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Gödöllő Agrártudományi Mezőgazdasági Főiskolai Kara egy intézményként folytassa 2000. január 1-től a közös életét. Ez meg is történt, és így jött létre 2000. január 1-ével a Nyíregyházi Főiskola. Majd pedig nagyon ugor az időben 2016-ban, szintén január 1-től pedig Nyíregyházi Egyetem néven vagyunk most már a felsőoktatási palettán. Azzal, hogy a Gödöllői Agrártudományi Egyetemről levált a Nyíregyházi Mezőgazdasági akkor kar, le is vették a kezüket a nyíregyházi mérnökképzésről, vagy mezőgazdasági képzésről, vagy valami fajta tudományos együttműködés, vagy segítség megmaradt? Azt kell mondjam, hogy a mai napig is nagyon szoros a szakmai együttműködésünk a Gödöllő Egyetemmel, ami ugye szintén új néven működik már, ugye Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem néven. Ma ők a legnagyobb agrárképzőhely Magyarországon, és nagyon szoros együttműködésben maradtunk azóta is velük, hiszen a szakmaiság az összeköt minket. Akkor is összekötött, és azóta is összeköt. Nyilván egy külön intézményként a gazdasági ügyek és egyéb ilyen dolgok azok azért elváltak, szétváltak, de a szakma együttműködésünk mai napig is azt gondolom, hogy nagyon jó és példaértékű. Hová pozícionálhatja magát a nyíregyházi mérnökképzés az országban? Mi azt gondoljuk e tekintetben, hogy elsődleges feladataink itt a régióban, a térségben vannak. Nekünk az itteni igényeket kell kiszolgálnunk, az itteni elvárásoknak kell megfelelnünk. Most, hogy modellváltáson esett keresztül a Nyíregyházi Egyetem, egy nagyon fontos indikátort vezetett be a ITM, mint fenntartó, illetve mint ágazati irányító. Egész pontosan vizsgálja azt, hogy az itt végzettek, milyen az úgynevezett regionális megtartó ereje. Azaz, az itt végzettek mennyien maradnak itt a térségben, és vállalnak itt munkát. És azt kell mondjam, hogy ebben viszonylag, sőt, nem is viszonylag, egészen jók vagyunk. Vannak olyan képzési területeink, akár említhetném az agrár, de a pedagógus képzésünk is ilyen, ahol ez az érték 80% fölötti. Tehát az itt végzettek 80%-a itt marad a régióban. És számukra nagyon fontos, hogy ez legalább ilyen szinten maradjon a jövőben is. Ahogy hallgatom, a gyakorlatorientáltság azért az elmúlt 70 évtől kezdve mindig is fontos szempont volt, és ma is. Abszolút így van. Ugye az előbb már említettem, hogy 2016. január 1-től egyetemként működünk, de az fontos megemlíteni, hogy alkalmazott a tudományok egyetemeként, ami egy új státusz a magyar felsőoktatási intézmények palettáján, és ez pontosan arról szól,
hogy mi olyan gyakorlatias képzéseket és ehhez kapcsolatban olyan gyakorlatorientált és úgynevezett alkalmazott kutatásokat kívánunk végezni és végzünk most is, amelyek közvetlenül rögtön mondjuk úgy, hogy piaci értékké tehetők. Tehát alapvetően a kutatásokat nem a saját szórakoztatásunkra végezzük, hanem legtöbbször cégek közös bevonásával, vagy a cégek felkérésére végezzük ezeket az ilyen céges kutatásainkat, és ők ebből akár rögtön profitálhatnak is, hiszen ha egy termékük jobb lesz, és ezáltal versenytársaikhoz képest jobb terméket tudnak előteni, akkor már is haszonnal jár. De valóban a gyakorlatorientált képzés, én azt gondolom, hogy mind a két elődnek, tehát a Bessegyi Győr tanárképző főiskolának és a mezőgazdasági főiskolának is nagy előnye volt, hogy nem elméleti szakembereket, hanem a gyakorlat számára közvetlenül rögtön bevethető szakembereket képeztek. Ezek szerint mindig is fontos volt, hogy figyeljék, monitorozzák a piaci igényeket, még a tervgazdálkodás idején is, és ma is. Hogyan tudják ezt most megtenni, és hogyan tudja mindezt szolgálni, vagy behúzni a fejlődést is? Ez egy nagyon fontos terület, azt gondolom, hiszen ahogy korábban is a felülről irányított tervgazdálkodás, nevezük így, kikényszerítette a változást, ma pedig a piac kényszeríti ki a változást. Nálunk ez mindig is fontos szempont volt, hogy hallgassuk meg azon cégek véleményét, akiknek képezzük a hallgatóinkat. Nagyon jó példa és nagyon jó együttműködés erre például a duális képzésünk, ami legfőképp a mérnöki területeken, de más területen is természetesen működik. És e tekintetben rendszeresen fél évente szoktunk duális kerekasztal beszélgetéseket tartani azokkal a vállalkozásokkal, akiknél a hallgatóink képzésben vesznek részt. Így rögtön első kézből visszakapjuk azt a visszacsatolást, hogy jó-e az, amit csinálunk, és mit érdemes rajta változtatni. Épp a holnapi nap során is lesz egy konferenciánk, ahol a duális képzési projektünket zárjuk, és ott például szintén a cégekkel egy workshopon fogjuk megvitatni, hogy ez az elmúlt 4 év, amit közösen így fejlődés szempontjából végvittünk, az hogyan sikerült és milyen eredményeket sikerült elérnünk. Dr. Kovács Zoltán, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nehéz évet zártak a haltermelők, az aszályos nyár és a növekvő takarmányárak sem könnyítették meg a dolgukat. Noha a halhiány nem csak hazánkban, egész Európában gondot okoz, a karácsonyi asztalról ezen az ünnepen sem fog hiányozni a hazai hal. Ha addig nem is, a következő hónapokban újabb drágulásra kell számítanunk. Hatalmas hálóban terelik a halakat a tó egyik végéből a másikba. Kell az erő a munkához, több ezer kilogrammot mozgatnak a kemecsei halterep dolgozói. Az sem árt, ha jól bírják a hideget, van, aki több mint fél órát is eltölt a most már mindössze 4-5 fokos vízben. Alá vagyunk öltözön, még ezt hagyják? Aha. Amíg nincsen mínusz fok kint, addig jó. Mindezek ellenére jó hangulatban zajlik a munka. Ott jártunk, hol mintegy 20-25 tonna halat fogtak ki. Étkezési halat jellemzően pontyot teleltetnek ezen a telepen. A megye több pontján lévő halas tavakból kifogott halak kerülnek ide, itt ugyanis könnyebb a nagy kereskedelmi értékesítésük. Idén sem volt könnyű évük az ágazatban dolgozóknak, elsősorban az időjárás miatt. Ez a nehéz helyzet, ez több évre visszamenőleg tehát több évvel ezelőtt kezdődött tulajdonképpen, még az idei tavaszi csapadékosabb időjárás az még csak-csak valamit pótolt az ezt megelőző 2 évnek az aszályos időjárásának a negatív hatásain, de ezt azért a haltenyésztésben még nem lehetett érezni, illetve nem lehet érezni, tehát az év is igen nehéz volt. 3 év alatt tudunk előállítani étkezési halat, ezért mindig a 3 évnek az időjárási körülményeit kell néznünk. Az idei évnek a nyara igen forró volt és száraz, ennek kapcsán jelentős párolgási veszteségek jelentkeztek a tavakon, és hát ennek a negatív hatásai, ami egy ilyen tavi ökoszisztémában bekövetkeztek, ezek csak most derülnek ki itt az ősz folyamán, a lehalászás folyamán. Kicsit fejtsük ezt ki, mit okoz, hogyha kevés a víz, akkor alapból az oxigén hiányos állapot miatt pusztulnak a halak, vagy hogyan vezet ez a veszteségekhez a haltelepeken? Több vonzata is van tulajdonképpen, több negatív vonzata is van. Kezdve azzal, hogy egy alacsonyabb vízszint eleve kisebb életteret biztosít a hal számára.
az a természetes táplálék, amely rendelkezésre kell, hogy álljon a megfelelő növekedésnek, hiszen a növekedési erély tulajdonképpen, illetve a növekedési lehetőségek egyfelől a takarmányozásból, másfelől pedig a természetes táplálék rendelkezésére állásából adódnak. Ez nyilván így korlátozottabb. Aztán kitettebb a különböző halevő ragadozóknak, gondolok itt a különböző madárfajok kártételére, illetve emlősfajok kártételére, hiszen könnyebben hozzáférnek ez az állományhoz. És hát alapvetően még egy jelentős probléma az, hogy nyilván könnyebben melegszik fel a víz, egy kisebb víztömeg könnyebben melegszik fel. Ez sem feltétlenül jól bírják alak, bár a pont nagyon sok mindent jól tolerál. Elég széles hőmérséklet tartományban érzi jól magát, de azért egy 28-30 fokos víz már főleg az oxigén háztartása, víz oxigén háztartására, illetve a pontyunknak a komfort érzetére is azért elég jelentős befolyással van. Összefügg az időjárással az, hogy a takarmányárak is növekedtek idén, ami szintén megnehezítette a haltermelő dolgát. Igen, hát a takarmányárak azok jelentősen emelkedtek, azért azt hozzá kell tenni, hogy a kalászosok betakarítása az mondjuk a nyár közepi végidőszakra tevődik inkább, illetve a takarmányok az értékesítendő tételek hozzáférhetősége inkább ekkor jelentkezik. A mi esetünkben ez inkább a jövő évi haltermelésre hat jelentősebben. A mi gazdaságunk azért igyekszik minden adott évben megvásárolni a következő év termeléséhez szükséges takarmánymennyiséget. Ez elég jelentős beruházási tételt jelent, és nagyon komolyan oda kell figyelni a gazdálkodásra. Nem tudjuk megjósolni, hogy milyen árak lesznek majd a hal termékek piacán. Nem tudjuk még az élő halárakat, ezért egy bizonytalansági tényező azért elég jelentősen még képben van a mi köreinkben. Azt gondolom, hogy ezek a takarmányárak ezek mindenképpen emelni fogják az árakat, hiszen ezeket, tehát az általános költségszintek tekintetében egy olyan 40-45%-ot is kitesz a takarmányozási költség. Ennek tetejében egyre drágább az üzemanyag, a bérek pedig folyamatosan emelkednek, valamint a beruházások is mind drágábban valósíthatóak, meg például a faanyagok árnövekedése miatt. A Mahala nehéz helyzet ellenére tartotta magát a MOHOS-szal kötött szerződéshez, és minden horgász egyesület megkapta a telepítésekhez szükséges halat, annak ellenére is, hogy külföldre akár drágábban is eladható lett volna, hiszen a halhiány egész Európára jellemző, írta még korábban a Világgazdaság. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet egyébként idén kilónként 850 forintos őszi pontjárban állapodott meg a Magyarországos Horgász Szövetséggel. Ez a költségek emelkedéséhez képest csekély mértékű növelés az egy évvel ezelőtti 760 forintos árhoz képest. A pontnak az áremelkedés az én úgy gondolom legalábbis, hogy nagyjából már nem fog tovább gyűrűzni. Itt a karácsony már tulajdonképpen itt van a küszöbön, nagyjából beáraszta mindenki, minden termelő beáraszta azt, hogy tulajdonképpen ezek a jövő évi takarmányárak, egyéb költségek emelkedése, ezek mit fognak jelenteni, illetve az idei évnek a pont termése, ami nyilván az előbb említettek miatt alacsonyabb volt, ezt is már sikerült beárazniuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen a karácsonyi időszakban ellátás szempontjából, halmennyiség szempontjából és az árak szempontjából, bár magas az árszínvonal, de azért már kismértékben fog csak változni, ha valahol fog változni. A jövő tavaszi hal árak fognak szerintem még egy kicsit magasabb színvonalon majd várakozni a vevőkre. Én nem tudom, hogy ott az ország nagy részében milyen ellátási nehézségek lesznek. Mi itt a környékünkön mindenképpen egy úgy gondolom megfelelő mennyiséget tudunk a eddig lekötött horgászpiacokra lekötött halak szempontjából majd rendelkezésre bocsátani. Mi mindig szorgalmazzuk azt, hogy már az ősz folyamán üljünk le, beszéljük meg, hogy tulajdonképpen a tavaszi telepítéskor milyen halakra van szükség, és azt igyekszünk majd biztosítani nekik. Az utóbbi 10 év távlatában a pontjára sosem volt megfelelő színvonalon. Tehát a termelőknek már nagyon régen a takarmányáraktól kezdve a béreken keresztül, az egyéb input költségeken át nagyon komolyan oda kell figyelni arra, hogy megfelelő
termelékenységet, megfelelő jövedelmezőséget tudjanak elérni. Tehát ugye különböző gazdasági folyamatok miatt azért zárszínvonal általában növekszik minden megtermelt akár állat, akár növény után. Az nem lehet elmondani a haltenyésztésben, hogy ez az árszínvonal emelkedés az olyan volt, mint ami elvárható lett volna a termelők részéről. Úgyhogy, és ez most is tulajdonképpen egy kis bizonytalansági tényezővel terhelt, hiszen nem tudjuk azt, hogy tényleg a jövő évben hogy alakulnak, milyen lesz az általános haltenyésztés, ad abszurdum, milyen lesz a közép-európai haltenyésztés, hiszen jelentős befolyással bír az is a hazai piacokra. Egyszerre több mint 200 kiló hal is lehet a hálóban. Ebben emelik át a teherautóra, amely óriási tartályokban viszi tovább a kereskedőkhöz. A magyarok évente átlagosan 6,5 kiló halat fogyasztanak döntő részét a karácsonyi időszakban. Néhány évvel ezelőtt ez az érték még 1 kilóval kevesebb volt. Noha ez az egyik legegészségesebb húsféle, még így is a magyarok eszik a legkevesebb halat az Európai Unióban. Attól idén sem kell tartanunk, hogy nem kerül hazai hal az ünnepi asztalra, nem csak ponty, hanem harcsa és busa is lesz elég. A hazai körülbelül 13-15 ezer tonnás haltermelésből mintegy 5 ezer tonnát tesz ki a MOL-hoznak átadott mennyiség, és ugyanennyit értékesítenek is a hazai piacon. Körülbelül 3-5 tonna marad általában a külföldi exportra, ami idén sokkal kevesebb lesz, hiszen a haltermelés 25-30%-a hiányzik. Az édesvízi halakat már most nyugodtan beszerezhetjük, mivel a halhús az otthoni fagyasztást is jól viseli. Kétnapos konferencián foglalkoznak a Magyar Honvédség múltjával és jelenével. A csütörtökön kezdődő rendezvényen, amelynek a Nyíregyházi Egyetem kampusza ad otthont, mások mellett a Magyar Nemzeti Hadsereg létrejöttével és a Királyi Honvédség szervezeti változásaival foglalkoznak. A résztvevők hallhatnak emellett a nyíregyházi honvédségi építkezésekről és laktanyákról is. Köszöntöm a stúdióban Bene Jánost, a József András Múzeum címzetes igazgatóját. Jó estét kívánok! Miért pont most, és miért pont itt történik ez a konferencia? Ennek is története van természetesen, mint mindennek, mert egy dátum a fontos, 1922. január 4, ekkor jelentik be, hogy megalakult a Magyar Királyi Honvédség. Tulajdonképpen ezt inkább úgy nevezzük közkettő néven, hogy a Horthy hadsereg, mert ugye így ismerje mindenki ennek a korszaknak a hadseregét. És hát mi úgy gondoltuk, hogy ezt illenék megünnepelni, vagy megemlékezni rá, már csak azért is, mert a két világháború között Nyíregyházát első rangú, első osztályú helyőrségként tartották nyilván, hiszen kevés olyan város volt már a trianoni határon belüli Magyarországon, ahol egy teljes huszárezred, egy háromnegyed résznyi gyalogezred és egy fél tüzér ezred állomásozott. Tehát Nyíregyházán már akkor is nagyon sok katona volt. Érthető, hiszen ugye Trianon után azért itt a környéken, közel került határainkon túl Csehszlovákia, vagy éppen Románia nem igazán a baráti országok közé tartott, és Csehszlovákián túl pedig ott volt a bolsevista Oroszország. Tehát ennek a vidéknek a katonai jelentősége, a katonai fontossága megnőtt, és ezt felismerte az akkori hadügyi vezetés is, és ezért van az, hogy Nyíregyházán megnő a katonaság száma, és természetesen ugye ez hozzátartozik, hogy akkor megnő az elhelyezési körletek száma is, ami pedig tulajdonképpen Nyíregyházának érdeke volt, hiszen ha belegondolunk és visszamegyünk a történelembe az 1800-as évek végig, ugye akkor rendszeresen a városi testületi üléseken ment a vita, hogy építsünk vagy népítsünk laktanyákat, ugye egyik fele mindig azt mondja, hogy építsünk, mert hiszen ide jön a katonaság, akkor annak enni kell, annak inni kell, annak ruházkodni kell, a tisztikarnak szállás kell, a lányok hamarabb elkelnek a városban, és jó partit csinálhatnak.
ha lovassággal, akkor a lónak széna, szalma, zab kell, a tirpák gazdák is jól járnak, tehát ebben van egy nagyon... Egyfajta gazdasági húzóerő. Így van, egy nagyon praktikus dolog. Na most, mivel ez ugye 100 éves, mi úgy gondoltuk, hogy ebben a városban még katonavárosnak tartja magát, és az is valójában, rendezzünk egy ilyen konferenciát. Sajnos, hát ugye a járványhelyzet közbe jött, de az igazság az, hogy nagyon nehéz ennyi jó előadót összeszerkeszteni, egyszerre, egy időben, egy helyre. Tehát úgy gondoltuk, hogy maximálisan betartva a rendszabályokat, tehát védettség, az oványtól kezdve minden, mégiscsak megrendezzük ezt a konferenciát. Reméljük, hogy azért lesz látogató, lesz érdeklődő, és a Nyíregyházi Egyetem Besenye aulája pedig elég nagy ahhoz, hogy akár 100 embert is úgy leültessünk, hogy még véletlenül se tudják egymást, bár ez csak ugye álom megfertőzni, de igyekszünk betartani mindent, hogy minél több ember azért ezzel a múltal, ezzel a katonai múltal megismerkedhessen. Kiket várnak a konferencián? Hát ugye elsősorban várjuk a katonákat. Hiszen hála jó Istennek 2018-tól ismét van katonaság Nyíregyházán, itt van a területvédelmi ezred, egy tartalékos ezred, tehát az ő tagjaikat várjuk a Debreceni Dandár néhány katonáját, és hát ugye nagy öröm szeptember 1-től, hogy van katonai kollégium Nyíregyházán, kadétok vannak ugye, és ők is az egyetemen kaptak szállást, tehát várjuk a katonai középiskolásokat innen is és Debrecenből. És hát természetesen, mert én azt mondom, hogy a mi korosztályunk már sok mindent látott, meg tud, tehát nekünk azért mi mellettünk inkább a diákság kell. Megkerestük a diákságot, ugyanígy a védettségi igazolványt előtérbe helyezve, de várjuk a középiskolásokat, hiszen nekik ez újdonság, még ebből lehet, hogy érettségi tétel is lesz, tehát hogy ők ismerjék meg a múltat, mert hogyan építkezünk akkor, hogy ők nem ismerik a múltat. Úgyhogy őket vagyok, és aztán természetesen mindenki más, akit érdekel ez a világ, hiszen nagyon sok olyan ma már felnőtt ember, akinek apja vagy nagyapja harcolt a háborúban, és azt is tudjuk, hogy sajnos ez a hadsereg volt az, amelyiket ugye a történelem során elég sok minden jelzővel illettek, főleg 1945 után, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok ember, aki megjárta a hadifogságot és hazajött, nem igazán beszélt erről a korszakról. Nem tudta kibeszélni. Egész a rendszerváltásig. Mi a rendszerváltás után kezdtük felkutatni, feldolgozni a magyar katonaság múltját, későn már, az is késő volt, most már azt végképpen késő van, de olyan nehezen szólaltak, még mindig féltek, mindig éltek a régi görcsök az emberekben. Tehát nem árt, hogyha újra és újra elmondjuk, hogy milyen volt ez a hadsereg, mert mint mondtam, ugye, amikor bevonultak a Felvidékre, bevonultak Kárpátaljára, Észak-Erdélybe a Székelyföldre, akkor ugye virágesővel fogadták, ugye, hős hadsereg volt. Aztán 40 után meg voltak utolsó csatlós, meg fasiszta horda, meg minden volt, csak éppen jó ember, nem? Tehát ezt az két anomália közt van valahol az igazság, ezt próbáljuk meg ezen a kétnapos konferencián feldolgozni, és egy reális képet tárni a hallgatók elé, de van egy olyan tervünk is, hogy ezeket az előadásokat megjelentetjük könyv formájában, és aki nem tud eljönni, mikor a konferencián, ez majd a múzeumban ezt a könyvet megszerezheti. Nem nagyon akarunk változtatni, tehát nem tudományos munkát akarnánk, hanem egy jól olvasható, ismeretterjesztő könyvet szeretnénk adni a érdeklődők kezébe, hogy végül is milyen is volt ez a hadsereg tulajdonképpen. Azért ez óriási emberi tragédia, hogy odaadja az életét, az egészségét, egy ügyért, a hazájáért, és aztán hazajön, és nem igazán tud büszke lenni arra, ami történt. Igen. Említette, hogy neves előadókat sikerült megnyerni a konferenciára, csak néhányat említsünk, hogy milyen témákban kik fognak előadást tartani. Ugye a nagy előadást, a bevezető adást Szakály Sándor tartja, aki a Veritas Történetkutató Intézet, így is szervezik a konferenciát, intézetnek az igazgató, ő nagyon régtől. Szerintem ő egész életében ezt kutatta, jelentős könyv, amikor megírta a katonai felsővezetés tisztjeinek az életrajzát, tehát ő az egyik eladó.
a páncélos fegyvernemről dr. Bonhard Attila, aki mint a hadtörténeti levéltár igazgató, mint nyugdíjba, tehát végig ezt a páncélos fegyvernemet kutatta. A hegyi csapatokat, mert ugye 1938 a bécsi döntések után Magyarország területen megnőtt hegyi tájakkal is. Illés Fajú Péter fogja előadni. Hát ha kicsit hazajövünk, akkor az építkezéseket Illés Gábor, akinek ugye rendszeresen olvassuk a cikkét a Nyíregyházi Naplóba és másod a Nyíregyházi épületekről, hát a huszárságról meg jó magamnak osztottam ezt ki. Mi lehet az üzenete a mai kor számára egy ilyen 100 éves visszatekintésnek, és egyáltalán merre halad ma a Magyar Honvédség? Ugye? Hát az üzenete az, amit tetszett említeni, hogy valaki az életét adja, és aztán mi van, mert azt mondjuk, hogy hát soha nem hiába való a hazáért hozott áldozat, ezt erősíteni kell, és a hősök tisztelete az a későbbi generációknak egy alapvetően fontos feladata. Ez lehet az üzenete. Hogy merre megyünk? Hát ugye az pedig most nagyon pontosan kijelölte a magyar kormány a jövőt, ugye az Rényi 20-26 fejlesztéssel, hogy egy olyan hadsereget kell létrehozni, amelyik nem a támadó szelleme, az soha nem jó. Akkor hadsereg vagy honvédség? Párhuzamos a kettő, lehet. Hát a hadsereget nevezzük, ugye hivatalosan Magyar Honvédségnek nevezzük ezt a hadsereget is. Tehát egy olyan hadsereget, amelyik képes egy esetleges ellenséges fenyegetés, támadás ellen biztosan megvéden az országot. Ehhez kell jó katona, és ehhez kell jó fegyverzet, jó felszerelés. Eznek az útját kijelölte most a kormány. Tehát én azt hiszem, hogy mi most ezzel tulajdonképpen jó felé haladunk. Az emlékezés pedig segít meríteni abban, hogy hogyan csinálták ezt az elődeink, mit jelent az a katona szellem, amelyiknek a lényege, hogy a másikkal együttműködve, akár az önfeláldozásig együtt kell menni, mert így lehet, amikor az ember tudja pontosan, hogy számíthat-e arra, aki mellette vagy éppen a háta mögött áll. Hát erre próbálunk válaszokat keresni, remélem, hogy sikerülni is fog. Dr. Bene János, köszönjük szépen, hogy beszámolt nekünk erről. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc, amellyel szerdán is jelentkezünk ugyanebben az időben. Ha kíváncsiak rá, mit lehet leadni és mit nem a hulladékudvarokban, tartsanak velünk aznap is. A műsorban emellett a Fényesditkei Vasúti Logisztikai Központ célegyenesben járó építéséről és egy nemrég Nyíregyházán rendezett természettudományos versenyről is szó lesz. Várjuk Önöket, mostanra pedig köszönjük figyelmüket. Viszontlátásra!